Kezdődik az egyenes beszéd. Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket. A stúdióban itt van már Gattyán György, a Megoldás Mozgalom elnöke, és Huszár Viktor, a Mozgalom alelnöke. Jó estét kívánok, köszöntöm estét, Önöket. Estét. Hogy győzték meg Détári Lajost, vagy ki győzött meg kit? Hogy került ő a képbe, hogy a Megoldás Mozgalom jelöltje legyen? Én azt gondolom, hogy abban a jó helyzetben vagyunk, hogy nem kell meggyőzni senkit. Egyrészt ugye Détári Lajost ismerjük a Techball miatt, de amúgy igazából egy családi kapcsolaton keresztül jelent meg, hogy őt érdekelné, hogy milyen együttműködést tudunk kialakítani. Azt nyilatkozta a Spirit FM-en egyébként Huszár Viktor, hogy most képezik, mert ő egyébként hitelesen jelenítheti meg a digitalizációt. Mitől jeleníti meg ő hitelesen a digitalizációt? Mondjuk egy elsőre nem ez jut az embernek eszébe Détári Lajosról. Pontosítanék akkor. Détári Lajos hitelesíten jeleníti meg az embereket, hiszen ő szeretne visszaadni ott, ahol nagyon sokat köszönhet egyébként, nyilván a labdarúgás és az, hogy az emberek között volt. Azt gondolom, hogy egy világválogatott játékosról van szó, egy ország példaképe, és amit mondtam, hogy a digitalizációt Détári Lajos is, meg talán mindenki a legjobban úgy tudja majd képviselni, hogy akár az okostelefon, ami a kezében van, vagy akár az oktatástól az egészségügyig, hogy hogyan lesz az embereknek, az adófizetőknek egy szolgáltató állama. Ehhez ez egy alap, de ha nincs, mint ahogy az áram példát szoktuk mondani, ha kihúznánk az áramot, egy visszamaradt település lenne, vagy egy visszamaradt ország lenne. Az elkerülhetetlen jövő, neki nem el kell magyaráznia a szakmai részeket, neki képviselni kell a helyi problémákat, és amit mondtunk többször, a digitalizációt azt a szakemberekkel fogjuk majd bevezetni. A helyi problémákat hol fogja képviselni? Van egy másik jelöltjük is, ugye, ami megjelent rögtön a Bulvár médiában, VV Tomi Boy, vagyis Könyves Tamás, ő is Önökhöz csatlakozott. Ő például azt mondta, hogy még nem is tudja, hogy hol fog indulni. Hát az hogy lehet? Akkor... Nyilván tudja, és nyilván mivel ő a Fejér megyéhez kapcsolódik a legerősebben. Tehát nem akartunk ugye nyilván a 106 jelöltet és minden részletet egyből közölni. Tehát lehet, hogy volt benne egy ilyen marketing elem, hogy ő ezt mondta, hogy nem tudja. Mindenkinek már megvan a körzete, jó sok aspiránsunk van, tehát zajlik még a végleges kiválasztás, de jól állunk. Azt mondják, hogy most képzik őket. Mi ez a képzés? Mit képeznek? Szerintem mindegyik mozgalom vagy párt szeretné felkészíteni a jelöltjeit. Mi esetünkben ugye a szakmai bizottságoknak a vezetőivel, a tagokkal, kommunikációról, nyilván azzal a programmal, amit mi képviselünk, ezekről beszélgetünk. És ugye ez a TE program, ez a társadalmi egyeztetés program, amit mi elindítottunk, a jelöltekkel végigveszünk azokat a pontokat, melyik nagyon fontos kérdésre, hogyan és mit gondolunk, és még alakítjuk is akár együtt ezeket a gondolatokat, úgyhogy ez a képzés, ami hetente is, meg szinte két naponta van, Zoomon, vagy bármilyen olyan távoktatáson keresztül. Azt mondja Détári Lajos, neki azért tetszik ez a párt, mert nem akarnak senkire rosszat mondani, az emberekkel akarnak egy olyan kapcsolatot kialakítani, ami a párbeszéd alapján van, megoldást keresni, hogy a problémákat, és melyik lenne az a megoldás, ami legjobb lenne az embereknek. Ezt el tudják magyarázni? Tehát milyen megoldásokat keresnek, milyen problémákra, mi az, amiről beszélgetnek, mi ez a képzés? Ugye talán az első részre reagálnék, hogy a közbeszéd nagyon fontos lenne, hogy azt gondoljuk, hogy visszatérjen egy kicsit normálisabb mederbe a közbeszéd, tehát ő arra reagált, hogy a párt nem szeretne, a mozgalmunk nem szeretne bele menni a sárdobálásba. És a megoldásoknál pedig mi hiszünk abban, hogy ahol a kihívás, a probléma megjelenik, nagyon sokszor a közvetlen környezetben ott van, hogy hogyan kell azt a helyzetet kezelni. Tehát ott van a megoldás. De ebből lesz egy kormányprogram? Kormányt akarnak váltani, azt mondja. Ez lesz egy kormányprogram? Nézzük, konkrétan beszéljünk. Nagyon fontos probléma van Magyarországon, az infláció folyamatosan drágul, mindenki érzi. Akkor erre milyen megoldást beszélgetnek az emberekkel, hogy ez egy fontos probléma, de azt az emberek honnan tudják, hogy kellene azt megoldani? Azt a kormánynak kell tudnia megoldani.
a szemléletváltás a legfontosabb. Tehát én azt gondolom, hogy ma Magyarországon az is egy nagy probléma, országjáró körúton voltam, és szembesültem ezzel, hogy senki nem hallgatja meg az emberek valós véleményét és a valós javaslataikat. Tehát mi ezt a szemléletet szeretnénk, hogy egyszerűen megváltozzon a társadalomban és a politikában, hogy mi nyitottak vagyunk arra, hogy bárkinek a véleményére adjunk, és utána nyilván szakmai alapon kell kialakítani a végleges, globális, vagy hát országos megoldásokat. És bocsánat, hogy ugye mi vagyunk a fékek és ellensúlyok rendszere. Ki, hanem mi? Kicsoda a fékek és a megoldás mozgalom. Ja, már az önök mozgalma? Igen, és ki, hanem mi, és mikor, hanem most kezdjünk ebbe bele. Mi tudunk hitelesen válaszolni az egyetlen nagy kérdésre, hogyan lesz Magyarországnak több pénze? Mitől a fékek és ellensúlyok rendszere? Ugye egy demokráciában ismerjük ezt a rendszert, de a mozgalom miért az? Például bevezetjük, és ezt közzétettük, hogy 8 évben maximalizálnánk a miniszterelnöki, a miniszteri, illetve az állami cégvezetőknek a szolgálati idejét. Az ellenzék is ezt mondja, egységes ellenzék is ezt mondja, ők is ennek a pártjában. Nem nagyon hallottuk ezt a programot, ez kétharmad kell. Tehát mindenféleképpen jelen pillanatban egy összetettebb kérdés ez, de ez egy része lenne annak, hogy hogyan lehet szabályozni ugye ma egy parlamentáris munkát. De én újabb példát tudok mondani rá. Ugye a digitalizáció az sokszor arról szól, hogy hogyan tudjuk alkalmazni a mesterséges intelligenciát. Egy közbeszerzésnél egy automatizált ellenőrző rendszer azonnal kimutatja a túlárazást, tehát a számítógépnek nincs rokona, ő a fékek és ellensúlyok egyik legjobb barátja. Ettől miért lesz több pénze az országnak, hogy mondjuk csak két ciklusig miniszterelnök valaki? Ugye itt az inflációra kérdeztem rá, hogy azzal például mit kezdenének, erre van válaszuk például? Csak reflektálni tudok, hogy ha Magyarország gazdasági helyzetét kell rendbe rakni ahhoz, hogy az infláció kezelve legyen. Tehát a digitalizációval lehetne a költségeket csökkenteni egyértelműen, illetve az, hogy a digitalizációt, mint piacbővítést Magyarországon bevezetnénk, és az állam a kormány felelőssége lenne, hogy tudatosan segítse a vállalkozókat, a kisvállalkozókat ezeken a platformokon, a szoftvereken, akkor egész egyszerűen több pénze lesz Magyarországnak. Hányan jelentkeztek már jelöltnek? A 106-ból hány jelöltjük van? 1200 jelentkezőnk van, úgyhogy van munkánk, de nagy örömmel és nagy élmény ezt leszűrni. És hányat válogattak, hogy 106 kell mindenhol indítanak jelöltet? Ez a cél, tehát ez a cél, hogy az összes választókerületben induljunk. Szépen lassan fogjuk meg bejelenteni az aspiránsaink. Nem a pénzért jelentkeznek kizárólag ezek a jelöltek? Hadházi Ákos azt mondja egy videójában és egy Facebook írásában, hogy egy közeli ismerőse jelentkezett, 100 000 forintot ajánlottak neki, ezért jelentkezett. Napi 4 órát kellett volna pultóznia, ez így van? Igen, csak ez egy másik munka. Tehát ez nem ugyanaz, aki képviselőjelöltnek jelentkezik, ő nem a pénzért területi jelentkezik. Képviselő lett volna a digitalizációs projektünkben. Ugye nekünk van egy digitalizációs projektünk ezzel párhuzamosan, ami azt tűzte ki célul, hogy Magyarországon, ugye, ha lehető legjobban elterjesszük, hogy miért fontos a digitalizáció. Itt vannak a munkatársaink, akik az adott területeken erről a kérdőíveket gyűjtik be. Ez egy más munka, csak hogy tisztába tegyük. Mit akarnak, mit szeretnének elérni az április 3-ai választásokon valójában? Ami nagyon fontos, amit ugye kérdés sokszor hozzám is jön, hogy egyáltalán miért van létjogosultsága a mozgalmunknak. És ez egy teljesen személyes indítatásból, tehát amikor bennem fölmerült az a kérdés, hogy jönnek a választások, én kire szavaznék. Egyértelműen nem szeretnék a Fideszre szavazni, hiszen nem vagyok elégedett azzal, ami a 12 éve történt, és kormányváltásra van szükség. Személyes okaim vannak, hogy én miért nem értek egyet az ellenzéki összefogása, bár sok sikert nekik. Személyes okai vannak? Személyes okaim is vannak. De haragszik valakire az ellenzékből? Befejezem. És van 2 millió ember, aki ugyanúgy tudatosan nem szavaz, mert nem akar egyik tömbre se szavazni. Én is, mi is, ennek a 2 millió embernek a részese vagyunk, és ekkor úgy döntöttünk, hogy az egyik lehetőség az, hogy létrehozunk egy olyan felületet, egy olyan mozgalmat, amiben ezt a 2 millió embert tudjuk képviselni.
Tehát vannak személyes ellentétekre, kíváncsi vagyok. Tehát személyesen összeveszett valakivel az ellenzékből? Nem. Hát az ellenzéki összefogásban ugye többfajta színes a kép, és ez nagyon jó. Ugye ezt az ellenzéki összefogás, hogy milyen politikájában benne van. De ettől függetlenül lehet, hogy a 2 millió emberből valaki, vagy akár én, nem ért egyet mondjuk valamelyik párttal, valamiért a 6-ból. És ekkor már nagyon nehéz ugye rájuk szavazni majd április 3-án. Az ellenzéknek, ők ezt mondják, és hát tulajdonképpen ezek a tények, 12 év kellett ahhoz, hogy most így induljanak a választáson, nagyon-nagyon messze állt egymástól, például a Jobbik és a Demokratikus Koalíció, de ők azt mondják, hogy rájöttek arra, bizonyára önök is ismerik a választójogi törvényt, amit a Fidesz módosított, nem lehet máshogyan kormányt váltani, csak hogyha két nagy tömb áll egymással szemben, mindenki, önök is, vagy a Mi Hazánk, vagy a Volner párt, most vissza is léptek, a Fidesz malmára hajtják a vizet azzal, hogy elindulnak, mert elbizonytalanítják az embereket. Bocsánat, ezzel teljesen egyetértenék, ha nem arról a 2 millió emberről beszélünk, akiket mi szólítunk meg. Tehát akkor most... De ő ki az a 2 millió ember, akiről beszél? Aki az ellenzéki összefogásra akar szavazni, én kérem most, mint a Megoldás Mozgalom elnöke, hogy szavazzon rá. Aki bizonytalan, de talán rájuk szavazna, ő is szavazzon rá. Aki a Fideszre szeretne szavazni, nyilván rájuk fog szavazni. De ott van a nagy többség, és több tucat SMS-t kapok, meg a social médiákon, hogy egy vagyok a 2 millióból, rátok szavazok. Vagy egy olyan másik üzenet, hogy eddig nem szavaztam, 22 éves vagyok, de most fogok szavazni. Mi őket képviseljük. Kormányváltást szeretnének, vagy nem szeretnének? A kormányváltás a cél egyértelmű. És önök fogják a kormányt leváltani, a Megoldás Mozgalom? Tehát van erre reális esély önök szerint? A cél az, hogy az ellenzéki összefogás is kormányt akar váltani, mi is kormányt akarunk váltani, szerintem a kétfarkú kutyapárt is. Jussunk el április 3-án, hogy milyen lehetőségeink lesznek, hogy ne tudjon a Fidesz kormányozni. De milyen lehetőségeik lesznek? Most jelen pillanatban például a Megoldás Mozgalmat nem mérik, de ugye nagyon sokan azt mondják, hogy helyben dőlnek el ezek a helyben dől majd el a választás. Tehát, hogyha ráindítanak például Arató Gergelyre, vagy egyéb képviselőkre, a közös ellenzék jelöltjére jelölteket, akkor lehet, hogy elvesznek onnan szavazatokat, akkor mégiscsak a kormányváltás ellen vannak, nem? De még egyszer szeretném tisztázni, hogy nem szeretnénk azt, hogy bárki ránk szavazzon, aki amúgy az ellenzék összefogásra szavazna. De mi van azzal a 2 millió? Miért nem szeretné egyébként? Még nem hallottam pártól ilyet, hogy nem szeretném, ha rám szavazna. Mert az, mondtam, hogy mi egy szemléletmód változást szeretnénk. A 2 millió embert senki nem képviseli. Mi őket akarjuk képviselni, és akkor, ha ők eddig nem szavaztak, mert nem akartak, és nem volt kire az ő szempontjuk szerint, most van kire. Tegyük föl a 2 millió szavazattal, ha nagyon jól sikerül őket megszólítani, akkor mi vagyunk a legnagyobb ellenzék. Persze ebben sok a ha, meg sok a feltételezés, de hát ezen dolgozunk. Ez 2 hónap elég lesz, úgyhogy azt mondta Huszár Viktor, hogy azt sem tudja, hogy mi az, hogy kampány, nem látott még kampányt. Lesz kampányuk, vagy nem lesz kampányuk? Újra pontosítanék. Én nem azt mondtam, hanem a klasszikus kampány, az picit távol áll tőlünk. Mi más stílusban kommunikálunk, és ha megnézzük azt, hogy 4 hete körülbelül még pártunk sem volt, és most van egy nagyjából országos ismertségű mozgalmunk. Ez a civil független kezdeményezés, ami jelenleg a hatályos választási rendszer miatt mozgalomba formálódott. Azt gondoljuk, hogy amit mi tudunk, és amit mi képviselünk, az egy új, az a változás, ez az új szemlélet. Programjuk mikor lesz, amikor kidolgozott gazdaság, egészségügy, oktatás, tehát ilyen klasszikus programja lesz a Megoldás Mozgalomnak? Ugye folyamatosan, mi így hívjuk, hogy kis kártyánkként a social médián és a weboldalakon, ugye mi bemutatjuk a programunk részleteit. Mi azt gondoljuk, hogy nem biztos, hogy mind a 10 millió ember, vagy 8 millió ember el akarja olvasni a programokat, mi ebben is, hogy Huszár Viktor kollégám ezt mondta, hogy kicsit másképp akarjuk, tehát folyamatosan minden nap bemutatunk egy-egy kártyát, ami vagy a konkrét gondolatunk, tehát a konkrét pár mondat a programunkból, vagy pedig elindítunk ugye egyfajta gondolkodást arról, hogy milyen véleménye van az embereknek
a javaslatainkról. Ugye mindig tagadják, vagy tagadták azt, hogy nincsen közük a Fidesznek, nem a Fidesz megbízásából indultak. A Válasz Online szépen összeszedte, pontosan 7 pontban, hogy nagyon is sok kapcsolat van önök között és a Fidesz között, vagy a Fideszhez köthető emberek, vállalkozások között, Rogán Antal köréhez. Mind a héten már idő hiányában nem tudunk végigmenni. Miért tagadják ezt a kapcsolatot? Abban a 7 pontban elég egyértelműen le van írva. Mind a 7 pont teljesen véletlen lenne, hogy pont a Fideszhez köthető a megoldás. Ugye mi nem azt tagadjuk, hogy valamilyen úton, módon, akár az élet területeiben valahogy nem találkoztunk velük, hanem azt, hogy mi nem függünk a NER-től, mi nem vagyunk pénzelve tőlük, mi nem vagyunk, nem tudom, bábként elindítva. Az, hogy van olyan termékünk, amelyekben akár a magyar állam részt vesz, nem a NER, a magyar állam, vagy van olyan felület, ahol valamiért üzleti partner van nagyon sok lépcsőn keresztül, és ahhoz kapcsolódik egy NER-es vagy Fideszes, mindent nem lehet kiiktatni. Ha így nézzük, bárkinek lehet valamilyen távoli kapcsolata. És bocsánat, hogy itt a média, mint a negyedik hatalmi ág, hogy azért a függetlenség, meg a média egy kicsit csúsztató szerepe is azért nagyon-nagyon sajnos szerepet játszik. Mert csúsztatnak ebbe a 7 pontba, egy cégjegyzéki adatok vannak. Igen, csak nem mesélik el azt, amikor akár jó magamnak is van egy fényképe Orbán Viktorral egy rendezvényről, és mellette van egy fényképem Egyesi Péterrel ugyanazon a publikus weboldalon, az én saját weboldalamon. Ha az egyiket megmutatja, nyilván látta a másikat is, a fékek és ellensúlyok, amiről beszéltünk. Ha ez az egyetlen egy pont lenne, akkor lehet, hogy nem lenne kérdés, de azért kérdeztem, hogy ez a 7 pont, ez már picit sok véletlen. Segítek, van még 20. Jó, április 3. után hány százalékot várnak, bejutnak a parlamentbe? Még egyszer mondom, a legfontosabb nekünk a 2 millió ember képviselete, ezen dolgozunk, 2 millió emberrel mi vagyunk a legnagyobb ellenzék. Köszönöm, hogy itt voltak. Köszönjük.